mentés földön és levegőben köszöntöm Önöket, a Klinikát látják. Ezúttal dr. Temesvári Péter mentőorvost mutatjuk be Önöknek, aki a Semmelweis Egyetem sürgősségi betegellátó osztálya mellett a magyar légi mentőknél is dolgozik, sőt, ugyanebben a pozícióban az angoloknál is vállal mentést. Sokat látott, sokat tapasztalt orvos, mindezek ellenére azonban szerény, a szakmai alázat nála alap, legyen szó bármilyen helyzetről. Soktalanító volt kiírva. Soktalanító van kiírva, ez azért van, mert ez itt az a helyiségünk, ahol a legsúlyosabb betegeket tudjuk kezelni, nem csak sokkos betegeket, hanem más típusokat is, de az a lényeg, hogy itt tudjuk összpontosítani azokat az erőforrásokat, amik egy azonnali beavatkozáshoz, egy tényleg kritikus állapotú betegellátáshoz szükségesek. Hát lélegeztetés, az ehhez szükséges intubáció, vénák biztosítása, tehát szóval vénás utak biztosítása. Ez a kis pici vészhelyzet, igen. Aki pedig bepillantást enged a magyar vészhelyzetbe, vagyis a Semmelweis Egyetem sürgősségi betegenlátó osztályának munkájába, dr. Temesvári Péter oxiológus, vagyis sürgősségi orvos. Most egy beteg van itt, de az ő ezt a helységet ilyenkor, mondjuk a legsúlyosabb betegeknek, de egy normál vizsgáló helységként használjuk akkor, amikor nincs életveszélyes olyan beteg, akivel beavatkozni kell, ha bejönne. Most betolnák a mentők a nagyon akutan gyors beavatkozást igénylő beteget, akkor ezt a beteget áttolnánk egy másik helységbe. És ez úgy van kialakítva, hogy gyakorlatilag így rögtön egyenes úton be egyenes lehet jutni. Vezet, tehát, és hogy... egymás mellett párhuzamosan két beteget is el tudunk látni, ha kell. Ehhez nyilván nekünk is egy kicsit mennyire össze kell rántani magunkat. Mennyire tényleg olyan beteg van, aki akut és sürgős ellátást igényel? Hát napi egy azért biztosan jön. Tehát minden műszak, minden ügyeletve alatt napi egy? Van azért egy olyan, akivel, ha nem csinálunk most gyorsan valamit, akkor abból baj lehet. Fásultságot érez meg, levertséget, hogyha jól értem? Hát néha igen. De úgy most? Most igen. Aha. Jó. Oké. Korábbi betegségeiről mesél nekem valamit? Nem volt korábbi, csak a sztrókom volt. Volt egy sztrókja. Amiről beszéltünk az imént, vagyis a sürgős esetekről, közben valóságá vált. Temesvári doktor mai első súlyosabb állapotban lévő páciensét vizsgálja. A kép nagyjából kezd összeállni, de a doktornak a végső diagnózis felállításáig ki kell kérdeznie a beteget, aki szerencsére eszméleténél van. Ez jelentősen megkönnyíti a folyamatot. Meg tudja mozgatni nekem a lábujjait? Jobb oldalon is? Meg tudja mozgatni a jobb lábát? Mozgatom. Mozgatja? Ennyi? Ennél többet nem megy? Térdét föl tudja húzni, ezt a jobb térdét? Nem is érzi ezt a jobb térdet. Aha, aha. És a jobb kezét? Ezt se érzi? De ezzel meg tudja érinteni az orrahegyét. Nem? Nem is tudja fölemelni a kezét? Ennél magasabbra nem tudja emelni? Ha próbálom lenyomni, akkor próbálja meg ellenállni? Nem megy? Aha. Olyan, mintha egy ronybaba lenne? Ha ezt most elengedem, nem tudja megtartani? Ez lesüllyed. Mi történt most az imént? Mi a baj ennek a betegnek? Ennek az úrnak korábban volt szélütése, és ebből maradt vissza egy bénulása. Ez rendben is volna, de ma volt egy összeesése, vagy egy ájulással járó rosszul léte, és úgy néz ki, hogy talán ez a bénult oldali funkció ez most még csökkent. Úgyhogy azt gondolom, hogy meg kell néznünk azt, hogy van-e esetleg egy újabb bérelzáródása, vagy nincs. Tehát, hogy kapott egy újabb sztrókot. Ezt így még ilyenkor nem lehet megállapítani, hogyha így behozták? Most ugye elkezdték vizsgálni őt. Nem elég. Tehát ahhoz kell egy CT-t csinálnunk, hogy azt mondjuk, hogy van-e különbség a kettő között. Mennyire gyakori egyébként? Eléggé gyakori. Ahogy a mi praxisunkban itt az osztályon nagyon gyakori, mert a neurológiai klinikáról az összes olyan sürgősségi beteg az ide jön, aki a neurológiai klinika területére tartozik. De egyébként is gyakori a stroke. Egyébként is gyakori a stroke. Ugye azt mondták minden a stroke esetében, hogy az idő az kulcsfontosságú tényező. Igen. Ő például mennyi idő alatt juthatott most ide a rosszuléttől számítva? Úgy látom, hogy nagyjából egy olyan 3,5-4 óra alatt. Ami egy picit kívül esik az ablakunkon. Igen, nagyon sok. Tehát, hogyha ő egy fél órán belül az esemény után itt lett volna, akkor több opció állna a rendelkezésünkre. Egyébként de miért pedig... nem ért ide időben, vagy miért nem sikerült? Nem tudom megmondani. Ez még ilyenkor nem ez tudják. Ez így szokott kialakulni. Az emberek nem hívnak azonnal segítséget, nem megfelelő segítséget hívnak,
ha meg fölsegítséget hívnak, az nem tud időben valamiért rendelkezésükre állni. Sajnos nagyon gyakori, nagyon-nagyon jó lenne, hogyha a stroke betegeknél a segítségkérési időt le tudnánk rövidíteni. Mik azok a jelek, amiket mi, akik mondjuk egy olyan ember körül vagyunk, aki gyaníthatóan sztrókot kap éppen, és mit tegyünk? A sztrókbetegség nagyon rossz betegség, de azért jó ebből a szempontból és sürgősségi szempontból, mert a jelek viszonylag könnyen felismerhetők és egyszerűek. Alapvetően azt szoktunk mondani, hogy háromféle ilyenre kell figyelnünk. Az egyik az, hogy az arcnak megváltozik a szimmetriája és a funkciója. Tehát például az egyik szájzug lefittyed, nem tud a beteg mosolyogni, nem tudja a fogsorát megmutatni, vagy egy aszimmetrikus arc lesz. Ezt bármelyik hozzátartozó felismeri, hogy jaj, a hozzátartozom nem így nézett ki, most más az arca és nem szimmetrikus az arca. Ez a tünet már önmagában is elég ahhoz, hogy azt mondja, hogy lehet, hogy stroke, és azonnal kérjek segítséget. A másik, hogy az egyik oldali karját nem tudja ugyanúgy mozgatni, mint a másikat. Megint csak egyfajta aszimmetria van a funkcióban, a mozgásban, elmarad az egyik végtag. És a harmadik az pedig a beszéd, amire lehet figyelni, és ez is olyan dolog, amit a környezet azonnal észrevesz. Ez lehet szótaralási nehézség, lehet egyfajta elmosódott, elkent beszéd, lehet egy zavart beszéd. Ezek mind arra utalnak, ami azt mondja, hogy lehet, hogy stroke, és hogyha ezek közül a tünet csoportok közül bármelyik szóba jön, akkor járunk el jól, hogyha azonnal segítséget kérünk. Persze gyakori az is, hogy már az orvos sem tud segíteni. Sajnos temesvári doktor egy másik betegénél is ez a helyzet. Ő rajta látszik is, hogy milyen állapotban van, és igen, egyszerű magyar nyelven azt tudjuk mondani, hogy haldoklik, és azt is látnunk kell, hogy ezek a döntések nyilván azért nehezek, mert a technika, az orvostudomány egy csomó minden olyat lehetővé tesz, ami viszont emberileg nem vállalható. Tehát egy súlyos, krónikus betegnek, akinek tudjuk, ismerjük az esélyeit, ismerjük a várható prognózisát, őnál az életet meghosszabbítani lélegeztetőgépekkel, mechanikus támogatással, gyógyszeres keringés támogatással nem humánus megoldás. És így visszafogottak vagyunk. Ez nem azt jelenti, hogy ezeket a beteket nem kezeljük, hát dehogy nem kezeljük őket. Ez nem eutanázia, szó nincs róla, messze van tőle. Egyszerűen csak tudomásul vesszük a korlátokat, és egy visszafogottabb szinten kezeljük, és hagyjuk, hogy a szervezet saját magától megoldja a problémáját, ha meg tudja. Körül lelkileg, meg úgy emberileg, amikor bejön egy ilyen beteghez, aki éppen már élete utolsó óráit, perceit, nem tudjuk mennyit, de tölti, akkor milyen érzések vannak önben? Mert hogy nyilván van az orvosi rész, amiről most beszéltünk, igen, a racionális, igen, hogy milyen kezelést ad neki, nyilván megpróbálja a fájdalmait enyhíteni, amennyire tudja. Igen. De hogy mi van a lelkében? Hát nagyon jó. Gondolom el tudják képzelni. Egy sürgősségi orvosnak ez azért is nehéz, mert ez nálunk nem mindennapi rutin, általában nem krónikus betegekkel foglalkozunk, hanem sürgős állapotokkal, és a napi rutinunk, meg az ösztönünk azt mondja, hogy avatkozz be, tegyél valamit, tedd jobbá, állítsál meg egy folyamat progressziót, és ez az ő esetében nem tehetjük meg, mert nem megy, mert eljutottunk oda, hogy ez már nem fog sikerülni. De az orvosnak tovább kell lépnie, hiszen más betegeken még van lehetősége segíteni. Most kicsit nyugodtabb a légkör a sürgősségén. Temesvári doktor rögtönzött idegenvezetést tart az osztályom. Ez most a férfi oldala? Ez a férfi oldal. Most itt 6 férfi ágyunk van. De ezt mindenképpen külön választják. Igen, igen, igen. Előfordul az, megint csak a balesetek előfordulnak, amikor valamiért a nemek aránya másképp alakul, akkor függönyökkel leválasztjuk azokat, akik nem a megfelelő. Azt mondta, hogy itt most csak hajléktalanok vannak? Nem, azt mondtam, hogy többségében sok hajléktalant kapunk, mint minden sürgősségi osztály. Nehéz, mert ugye az ő alapellátásuk az mondjuk a nem megoldott, az nem biztos, hogy a helyes kifejezés, de hát kihívásokkal küzd. Tehát tulajdonképpen ez az az állapot, vagy ez az a helyzet, amikor ők tulajdonképpen jó helyen vannak. Itt, ha fogalmazhatunk úgy. Hát nehezen tudnának, tehát eleve nem jó az, hogy ők ezt az életvitelt folytatják. Az utcán élés az a 21. században az emberi szervezetnek nem egy kedvező közeg, semmilyen szempontból.
Amiért ők nálunk kötnek ki, az, hogyha otthonnal rendelkező átlag állampolgárnak valami gondja van, apró, akkor elmegy a házi orvosához, és megbeszéli vele. Egy hajléktalannak nincs házi orvosa. Ő mentőt hív, hogyha fáj a lába, mentőt hív, hogyha seb a lábán. Tehát ő hívja a mentőt. Vagy valaki hív rá egy mentőt, és akkor a mentő kimegy, és a mentő az pedig elhelyezi sürgősségi osztályokra. Ők gyakran ittasok, a józanodási szakaszt is általában nálunk. Na, már megint egy határterület, mert ez meg az addig toxikológia lenne, nem? A toxikológia az akkor, hogyha ez mérgezési szintű ittasság. Hogyha nem, akkor épp a miénk, annak idején még léteztek detoxikáló kórházak vagy osztályok, most már nincsenek. Most az történik, hogy amíg az alkohol érdemben veszélyezteti az ő életfunkciójukat, addig nálunk megvárják, amíg ez elmúlik. A betegeknek néha tehát csak időre van szükségük ahhoz, hogy állapotuk javuljon, az orvosnak pedig úgy tűnik adrenalinra ahhoz, hogy a munkáját jól végezze. Temesvári doktor ugyanis, ha teheti, motorral jár dolgozni, míg szívunk egy kis friss levegőt, a járgányát is megmutatja. A biztonság az egyébként fontos egy orvos, hát hiszen olyan helyzetekkel is találkozik, amikor mondjuk adott esetben, ha nem Igen. is itt, de hogy balesetet, Igen. vagy baleseti sérültet kell ellátni, segíteni. Ne is szóval olyankor, amikor fölül, akkor mi van? Hát a kollégáim a véremet szívják emiatt, mert éveken keresztül, mint egy rendes mentőorvos és egy rendes sürgősségi orvos, ha olyan emberrel találkoztam, aki motorozott, akkor elmondtam neki, hogy őrült, hagyja abba, meg fog halni, mert mi csupa súlyos balesetet látunk. Tehát a motorozásnak azt a szegmensét látja egy mentőorvos, amikor a tragédia van. És aztán érdekes módon két kollégám, akik szintén a sürgősségben meg a mentésben dolgoznak, őket láttam, hogy motoroznak, próbáltam őket lebeszélni, amikor ez nem ment, akkor ők rábeszéltek, és akkor azóta. De olyankor nem villannak be azok a képek, amik mondjuk egy durva balesetből, hát, meggondolom, azért csak ott marad. Ez azt jelenti, hogy aki tudja, hogy én milyen motoros vagyok, én nem olyan motoros vagyok, mint az átlag motoros, én lassan megyek, nagyon óvatos vagyok, nagyon fontos volt, hogy ezen a motoron minden biztonsági berendezés legyen, ami csak létezhet. És persze ezért az ember, tehát én nagyon vigyázva motorozok. Persze a legnagyobb óvatosság ellenére is előfordul, hogy valaki pórul jár. Ez megesett temesvári doktorral is. Egy kisebb baleset következtében ugyanis eltörött a lába. Hogyha bekerül az orvos, ugye az ellátó rendszerbe, az is egy érdekes helyzet, igen, hogy akkor mondja a többieknek, hogy akkor mit csináljatok? Nem, mert azt tudjuk, hogy milyen itt lenni fönn, tehát azt tudjuk, hogy nem jó, hogyha a beteg megpróbálja elmagyarázni, hogy hogy csináljuk a munkánkat. Még ha orvos is. Sőt, minél inkább. Tehát egy jó együttműködésre törekszünk, és én azt remélem, hogy én jó beteg voltam. De nagyon izgalmas. Tehát azt gondolom, hogy mindenkinek el kéne törni valamit, minden orvosnak, mindenkinek kellene valami súlyos betegség, hogy bekerüljön a rendszerbe, és lássa, hogy milyen az onnan nézni ezt De a sztorit. De milyen tapasztalatai vannak? Tehát eltörte a lábát, behozták, kollégák voltak, akik kollégák, közelték? Persze, mindenki ismert, aranyosak voltak, kedvesek voltak, de ettől még nem jó. Ettől még egy lábtörés borzasztóan fáj. Abból a szempontból izgalmas, hogy tényleg az ember egy fájdalom mértékét azt nem tudja elbagatelizálni úgy, hogy maga is áttélte. Akkor se helyes, hogyha elbagatelizálja, nem lép. Jó, de arra vagyok kíváncsi, hogy mit tanult ebből? Tehát, hogy mi az, ami megmaradt? Azt, hogy még több ópiát típusú fájdalomcsillapítót kell adni a betegeknek, és még többet. És amíg csak fáj nekik egy kicsit is, hát egy bizonyos szintig. Nem, amíg fáj nekik, addig kell nekik adni, mert az jó. Mert nem szoktam rá, ne aggódjon, de jó dolog. Tehát, ugye gondoltam, hogy amikor más is kiderült volna, hogy tovább megyünk itt a vonalon. Nem, nincsenek ilyen problémáim szerencsére. Más szenvedélye viszont van temesvári doktornak, ez pedig a repülés. A Semmelweis Egyetem sürgősségi centruma mellett hetente ügyel a magyar légimentőknél, és ha ez nem lenne elég, havonta pár napot még Angliában is dolgozik mentőorvosként. A britekhez egyébként 8 éve jár ki, még Vilmos herceggel is repül, de erről majd később. A légimentés meg zseniális, mert az a pláne, hogy az embert elviszik repülni, minden nap repked, amit egyébként is nagyon szeret, és fizetnek érte, hogy repüljön. Nem, ez bámulatos, szóval ez páratlan. Közben azért ott vannak olyan helyzetek, amikor nagyon ott kell lenni, és ha ott hibázik ezekben az éles helyzetekben, az nem szokott megfordulni a fejében? Muszáj, hogy megforduljon, de hogy nem. Tehát szerintem
minden orvosnak el kell kerülnie azt a rutinból fakadó érzést, hogy egy idő után már arrogánssá válik, és azt mondja, hogy őt már nem érheti meglepetés, és biztosan minden jól fog működni, és ezt már csinálta sokszor, tehát most is tökéletesen meg fogja csinálni. Nem szabad így gondolkodnunk. Hamarosan kiderül, milyen pilóta a mentőorvos, mert hogy elvisz minket egy körre. Mielőtt azonban felszállunk, kicsit közelebbről is szemügyre vesszük a gépet. Nézzük meg ezt a gépet közben. Nézzük. Szerintem nagyon szép gép. A kedvenc típus? Igen, hát könnyű nekem, mert azért az ember nem számtalan, korlátlan típust repül. Szerintem ez a gép nagyon jó is, és gyönyörű is, és igen, az általam repült típusok közül ez a legjobb, azt gondolom. Mi volt ez, amin kezdett tanulni? 11 éve repül? 11 éve kezdtem, igen. Az egy Cessna 152-es volt, ami nagyon emlékeztet arra a kis piros-fehér jószágra, aki ott áll. Hogy ő egy 152-ese vagy egy 150-ese, azt nem tudom, de emlékeztet arra nagyon. Üljünk be és nézzük meg belülről is, jó? Rendben. Ilyenkor egyébként, amikor így készülődik a repüléshez, akkor úgy mit szokott érezni? Adrenalin emelkedést? Vagy várjon, még én nem vagyok meg. A rutinosabb pilóta gyorsabban beszáll. Izgalmat biztosan érzek, azért, mert az kell, tehát kell egyfajta felelősségteljes készülés erre, mert komoly dolog. Akkor is, hogyha ez csak egy játékpilótáskodás, de ez egy repülő, és ezt fegyelmezetten és komolyan kell kiszolgálni ahhoz, hogy jól működjön és biztonságosan repüljön. Nekem is fel kell készülni rá fejben, hogy miket kell csinálnom, mert azért komplex feladat. Változik, ha egyedül repül, vagy hogyha visz valakit, akkor nagyobb a stressz? Tehát, hogy mi most itt vagyunk, az nagyobb stresszt jelent? Kicsit, hát csak annyiban, hogy vannak bizonyos dolgok, amiket muszáj, tehát el kell mondanom, hogy kell bekapcsolni, bekötni magát, beszállni, kiszállni. Úgy jelentősen nem növekszik meg a stressz attól, hogyha utas van velem. Mindenki bekötve, jöhet a felszállás. Hamarosan már a levegőben folytatjuk a beszélgetést. Terv szerint. QNH 1027, 32-es pálya használatos, és a Golf Öbeli Gurul Hotel az a Sierra Uniformig-től közik. A Budapest környéki légterek azok... Voltak? Kicsit zsúfoltabbak, kis repülő szempontjából. Nyilván azok a rádiófrekvenciák, ahol mi vagyunk, ott kevesebb légijármű van. De azért vannak olyan helyek, ahol érdemes nagyon figyelni és sokat kommunikálni. Ez változó nagyon. Szép nap van, úgyhogy sok ilyen magamfajta lesz a levegőben. A mentőhelikopter megy, ott olyankor abban az esetben utat engednek neki, mint az autónál, amikor mondjuk dugó van. Egy kicsit hasonló, abból a szempontból, hogy a mentést végző mentőhelikopternek elsőbsége van. Ha valamilyen oknál fogva be kell repülnünk, hogy ellenőrzött, akkor ott az ellenőrzött légijárműveket, tehát akiknek megvan az a pontosan, hogy milyen irányon és magasságon mehetnek, azokat elterelik az útjából. Kevesen mondhatják el magukról, hogy Vilmos herceggel is repülhetett. Igen, hát, de azért vagyunk egy páran, tehát akik a kelet-angliai légimezőn dolgozunk, a többségünk az annak volt szerencséje dolgozni akkor, amikor Vilmos herceg voltaként szolgált nálunk. Beszélt is vele személyesen? Igen, mindannyian, akik vele dolgoztunk, azok mondom ugyanúgy társalogtunk vele, és ugyanúgy voltunk el vele egy napi szolgálat során, mint ahogy egy másik pilótával. Milyen ember? Nagyon közvetlen, egy kiváló ember, tehát nagyon szimpatikus. Tényleg akkor is az lenne, hogyha ő nem egy híresség lenne. Nem nagyon lehet rajta észrevenni, hogy ő egy ennyire fontos és híres ember, és egy kiváló pilóta. Ugyanazt tudta hozni, amit a többiek, és őket is nagyon szeretjük, úgyhogy szerettünk vele dolgozni. Tanulnak ilyenkor egymástól? Tehát mondjuk tanult Indi. Valamit Vilmos Hercegtől? Hát tőle elsősorban valószínűleg az angol nyelvet tudom nagyon tanulni, illetve viselkedési trükköket. Látni azt, hogy akinek ennyire komoly kommunikációs kihívásai vannak, mert neki azért mindig magának kell maradnia. Ő milyen kiválóan kezelte azokat a helyzeteket, amik másnak egy kicsit furcsák lettek volna. Például? Hát sem, csak a közvetlensége az bámulatos, tehát ő nem káromkodik. Nem mond senkiről semmi durván rosszat, de ugyanakkor ugyanúgy jópofa és ugyanúgy része a csapatnak, mint ahogy mások. És ebbe az egész közegbe hibátlanul beleilleszkedett, és nem voltak sztárelőjei, ami bámulatos szerintem az ő esetében.
muszáj egy picit rádiózom. Kellett tájékoztató, hotel alfa Sierra Uniform Victor, röviddel Kunadacs után. Hogyha gondolod, akkor átérnék 122-re jelkapszállásra. Rendben, nyugtázom. Kicsit néha így orral előre felé megyünk a föld felé. Ez nem jelent semmi rosszat, jó? Jó, én úgy sem látok semmi. A repülés zökkenőmentes volt, egy profi leszállás után pedig már ismét a földön kérdezem tovább Temesvári doktort. Beszéltünk arról, hogy a veszélyhelyzetek, és hogy egyáltalán a család hogy akceptálja, és hogy lehet-e mellett élni, meg hogy lehet úgy élni, hogy valaki folyamatosan készenlétben van. Uh-huh. Hát mondjuk így 20-25 év távon. Tud aludni nyugodtan egyáltalán? Igen, tudok. Telefonügyeletes vagyok, mert ilyen is van. Akkor csak a telefonon kell beszélnem, tehát nem kell bemennem sehova, de akkor sokkal nyugtalanabbul alszik az ember. Ha pedig éjszaka szolgálatban van valahol, akkor az már meg egy még kisebb, jobb, még rosszabb minőségű alvás. Hogy tudja legyőzni, vagy hogy tudja áthidalni abból a fajta fáradtságból, ami egy folyamatos készenlétet jelent, azt a helyzetet, hogy ugye akár amikor repül, akár amikor lemegy a barlangba, akár amikor ott van a sürgősségén, és éppen ügyeletben van, hogy akkor azért agyban, meg mindenhogyan ott kell lenni. Hát ha éjszaka fölébresztenek, és rendesen kell funkcionálni, az csak nagyon ritkán okoz gondot, ez rutin megvan hozzá, meg különböző típusok vannak, emberek között nagy különbségek vannak. Van, aki ha fölébresztik hirtelen, akkor kell neki 4 óra, 20 perc, mire működőképes. Én viszonylag gyorsan működőképes leszek, amennyire működőképes leszek. Azt mit jelent? Hány perc? Hát amennyire nappal is. De hát 1-2 perc alatt biztos, sőt, hát hamarabb is. Tehát, hogyha éjszaka a telefonügyeletbe fölébresztenek, akkor azért nagyjából szoktam tudni, hogy miről beszélni. Kell. Tehát ez egy fegyelmezett embertípus jelent. Az biztos, hogy ha csörög a telefon, vagy valami van, és azt ebből kiderül, hogy nekem most teljesíteni kell, akkor gyorsan össze kell szednem magam. Igen, ehhez kell egyfajta kötelességtudat talán. Temesvári doktorral egyébként barlangi mentőként is találkozhatnak. Következő adásunkból kiderül, milyen a mentés a mélyben. Köszönöm, hogy ma is velünk tartottak. Viszontlátásra! A műsor támogatója az Euroasphalt Kft.